3 kontinens, 15 ország és mintegy 20 ezer kilométer. Ezek az adatok jellemzik James Thomas vállalkozását, aki 2012. január 7-én indult egy kis sétára Edinburgh-ból, Skócia fővárosából. Úti célom Dunedin város Új-Zélandon, amely a földgolyónak pontosan az Edinburgh-gal ellentétes pontján található. Körülbelül 2 évbe telik, mire elérem a célomat. A 30 éves ír fiatalember körülbelül 1 évig készült az arándok útjára. Térképeket tanulmányozott, valamint támogatókat kutatott fel, akik a túra felszerelését biztosították. Költségei nagyobb részét azonban így is maga fedezi, ezért indulása előtt eladta a teljes vagyonát. Naponta 30-50 kilométer gyalogolok. Utazásom előtt valamennyit edzettem, és részt vettem különböző gyalogtúrákon is. Maga a gyaloglás nem is olyan nehéz. Néha azért belegondolsz, Istenem, mennyi van még hátra, de ilyenkor is csak folytatod, még tovább. James az UNICEF önkéntese és az útjával a szervezet munkásságára is fel akarja hívni a figyelmet. Eddig mintegy 3000 kilométert tett meg, a Rajna és a Duna mentén haladva, és 6 országot hagyott maga mögött. Szerbia után Bulgáriába, onnan pedig a közel-keleti országokba vezet majd az útja.